Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt az Egy hetem a neten című, remélhetőleg hetente jelentkező hírműsorom első része. Akik már tavaly január környékén is követtek, azok ismerhetik az Inside News uh, műsorformátumomat, ami szintén ezzel a koncepcióval indult el, ez összesen 9 darab részt élt meg. Utána ugye szakdogáznom, kellett, illetve vizsgáznom, és szerettem volna folytatni, viszont nagyon furán jött volna ki, hogyha a 9. epizód után a 16. fog érkezni, úgyhogy próbáltam kicsit újra gondolni ezt a formátumot, és még tavaly májusban született meg az Egy a Neten című műsor formátum ötlet. Eleinte podcast lett volna, utána gondolkodtam élőadás formátumba, és most végül... Az lett, amit ugye most látok. Egyelőre szeretném ilyen vágott formátumba föltölteni, hogy sokkal fogyaszthatóbb legyen, hiszen most jelenleg elég sok témáról fogok beszélni, és nem szeretném azt, hogy mondjuk másfél-két órán keresztül a gondolkodásomat, az őzéseimet, meg ilyesmit hallgassátok. Úgyhogy vágott formátum lesz egyelőre, de ez később persze átalakulhat bármi másra. A célom egyébként is az, hogy ezt a műsort folyamatosan majd fejleszem. Nyilván az első pár adásban még ki kell, hogy forja magát, de remélhetőleg az 5-6. adásra azért már kialakul egy műsorszerkezet. Még így az első adásban szeretném nagyon gyorsan elmondani, hogy körülbelül miről fog szólni ez a műsor, utána nyilván már kezdődnek is a hírek. Az első és legfontosabb, hogy az Inside News-hoz képest ez a műsor formátum sokkal jobban ki lesz bővítve témakör szempontjából. Hiszen az insider news az főleg a YouTube és social media területével foglalkozott, viszont itt szeretném bevonni a közéleti témákat is. Természetesen így az adott adások hosszú az pont attól fog függeni, hogy éppen adott héten mennyi minden történik, de igyekszem mindig tartalommal megtölteni ezeket az adásokat. Ami még fontos, hogy ez egy sokkal egyszerűbb csúnyán fogalmazva lustább formátum lesz, ugyanis itt nem fogok nagyon sok animációt használni. Itt szeretném, hogyha a tartalmon, az információn, a mondani valón lenne a hangsúly, emiatt is kicsi intro, kicsi outro, meg kis képek, meg maximum videóbevágások lesznek, de ilyen nagyon fancy átvezető animációk, nem nagyon lesznek, úgyhogy ha valaki esetleg csak emiatt van itt, akkor sajnálom, de, de remélem, hogy ettől függetlenül tetszeni fog nektek. Szeretnénk majd az aktuális hírekkel kapcsolatban vendégeket is meghívni, ez ebben az adásban is meg fog történni, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen kicsit félve írtam rá a vendégekre, hiszen ugye ez lesz az első adás, ugye ez egy kvázi még kísérleti stádiumban van, és általában ott azért nem feltétlen vesznek részt az emberek, de akik részt vesznek ebbe az adásba, ők mind nagyon-nagyon aranyosak voltak, nagyon cukik voltak, egyből írtak, hogy persze, jövök minden, úgyhogy, úgyhogy, nagyon szépen köszönöm nekik még így az elején is. Amit még fontos tudni, hogy minden adást hangformájában, tehát ilyen podcast jelleggel is elérhetővé fogok tenni, a leírásban egyébként is minden linket meg fogtok találni, köztük az Anchor és Spotify linket, ezt még folyamatban van a kibővítés, tehát ilyen Apple, meg Deezer, meg nem tudom még pontosan, hogy hova szokták kirakni ezeket a podcasteket, de kommentbe írjátok le, hogy ti milyen szolgáltatót használtok, és hol hallgatnátok esetleg ezt az adást, hogyha mondjuk így vasárnaponként nem tudjátok ugye videós formában megnézni, akkor mondjuk az úton meghallgatnátok, hogy éppen mi történt egy adott héten. Természetesen, amikről beszélek adásonként, azok mind le lesznek linkelve a leírásba. Elképzelhető, hogy majd ezt össze fogom rakni egy ö, konkrét dokumentumba, hogy azért mégse legyen egy teljes tekerde a leírás. Továbbá, hogyha van esetleg bármilyen hír, amiről szeretnétek, hogy beszámoljak a következő adásban, akkor a news.guacks.inside.media.hu e-mail címre írjatok nekem egy e-mailt, linkeljetek be az adott ö, hírt cikket, videót, bármit. Természetesen az fontos lenne, hogy ezek aktuális hírek legyenek, tehát nem mondjuk 3-4 évvel ezelőtt híreket linkeltek be. Ez a dolog egyébként az Inside News-nál működött. Ott ugye egy weboldalas formon keresztül lehetett nekem írni, viszont ezt a weboldalt most már nem szeretném használni, hiszen az még az előző műsorformátumhoz volt megcsinálva. De hogyha esetleg nagyobb gén lesz rá, akkor nagyon szívesen ki fogok alakítani egy ehhez ilyen formos rendszert, hogy talán egy picivel felhasználó barátom legyen, de most egyelőre ez az e-mail címes megoldás van. Remélem, hogy sikerült mindent elmondani. A lényeg az, hogy ez is ugyanolyan heti hír összefoglaló kis műsor lesz, csak sokkal euh, lazább lesz, sokkal egyszerűbb lesz, de mégis az információn lesz a hangsúly, és pont emiatt is remélem, hogy tetszeni fog nektek. Szóval akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy ezen a héten mik történtek az internetem. Az, hogy a hírek milyen sorrendben jönnek egymás után, annak semmilyen ö, hátsó szendéke nincsen. Ö, a hasonló híreket egymás után ö, tettem, hogy mégiscsak ne legyen teljesen össze-visszaság, de alapvetően sorrendben fogok elmondani híreket. Fogok csinálni majd temkodót, úgyhogy a YouTube-os lejátszónál majd láthatni fogjátok a különféle szegmenseket. Öm, ja. Rögtön kettő YouTube-bal kapcsolatos híre kezdenék, ami egyébként nem feltétlen ezen a héten történt, viszont nem gondolom, hogy túlságosan sokan hallottak róla. Ez egyébként főleg tartalomgyártók szempontjából lehet majd érdekesség. Az egyik az, hogy a július végétől egyébként, tehát most már lassan ez másfél hónapja létezik, a 8 percnél hosszabb videók is megkapják a tartalom köztételt, ilyen midroll hirdetéseket, ezt a YouTube automatikusan megcsinálta jelenleg, úgyhogy ha valaki esetleg szeretné ezt manuálisan beállítani, akkor annak ezt muszáj megtennie. De igen, úgyhogy készüljetek fel erre az új YouTube-os közegre, ahol nem a 10 perc 01-es videó fognak dominálni, hanem a 8 perc 01-esek. Illetve van még egy érdekes dolog lehet a tartalomgyártók számára, hogy a YouTube bevezetett egy újabb mértékegységet a statisztikai felületen. Ugye eddig az úgynevezett CPM volt az, ami megmutatta, hogy ezer megjelentett hirdetések után milyen bevétel részesedést kapsz a, ugye a reklámokból, a megjelentett videós reklámokból, viszont a YouTube behozta az úgynevezett RPM-et, ami ugye az ezer megjelentett videó utáni bevételt fogja mutatni, ez természetesen sokkal alacsonyabb lesz, hiszen ugye sokkal jobban ilyen összességébe fogja nézni a dolgot, viszont talán jó pár videósnak ez segítség lehet. És akkor térjünk is át a fontosabb hírekre. Az első ilyen nem más, mint Dancsó Péternek az ügye. Peti készített nemrég egy videót, amiben a, még májusban készítettek az indexesek egy riportot, egy 14 éves, szintén Peti nevű kisrácról, aki egy kis községnek, hát nagyon aktív tagja, segíti a várost, különféle problémákat old meg, nagyon-nagyon szuper intelligens ez a srác, már most vannak céljai, tényleg olyan választékos szókincsel veszélyes ez valami hihetetlen, nagyon-nagyon ügyes ez a kis rác. és hát Dancsó Peti készített róla ilyen szokásos parodista jellegű videót, ugye, amilyeneket egyébként is szokott csinálni, viszont ez így az internet szemében nem túlságosan jött ki jól. Talán elsők között Réven Krox és Benszület Bána készítettek videókat erről az egész jelenségről. Már ezek is egyébként elég szép megtekintés számot értek el. Bána videója azt szerintem több mint százer megtekintés generált. A Bandi videója is körülbelül ilyesmi, illetve rendesen meg a felkapottakba is bekerült és utána megérkezett, tanulom magam at is a hét közepén egy videóval, ami hát elképesztő számokat generált, két nap alatt több mint 200 ezer megtekintés, hatodik a felkapottak között, ami általában ott zenék szoktak lenni, szóval nagyon durván bepörgött az a videó, viszont at is nagyon szépen és korrektan összefoglalta, hogy egyébként mi a probléma azzal a Dancsó Péter videóval, és több mint 1800 komment volt a videója alatt végül, ahol nagyon sokan egyébként egyet is értettek vele, illetve többen ki is fejtették értelmesen a véleményüket. Később egyébként a Zsó Zsolti is csatlakozott ehhez a dologhoz, ő is elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban. Én egyébként csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy volt jó pár olyan ember, akik nagyon durván fogalmaztak már Dancsó Petiről. Tényleg voltak olyanok, akik kb. úgy beszéltek róla, mintha nem tudom, szabályosan meggyilkolta volna azt a gyereket, de hogy ennyire azért nem volt nagyon durva ez a Dancsó is videó. Viszont az egész sztorinak a konklúziója, miatt egyébként ez teljesen egy hír is, hogy azt hagyján, hogy ugye a videósok ö, felszólaltak a Dancsó Peti ellen, ugye aki hazánk második ö, legnagyobb YouTube csatornája ugye ö, számszerűen, az az egyébként, hogy Peti ö, Instagram sztoriba bocsánatot kért, és le is privátolta ö, ezt a videót, amit készített ö, erről a kisrácról, ami hát, ha jól tudom, nem igazán történt meg még az utóbbi években, úgyhogy talán most történt először ilyen komolyabb... Ö, hatás, gyakorlás a videósok részéről, amikor, amikor Dancsó Petire tudtak hatni, hiszen Peti ugye az utóbbi években folyamatosan nekézve van ugye a tartalmai kapcsán, amik ugye van akinek vagy tetszenek, vagy nem, de most volt először talán olyan, hogy összefogtak a videósok, és tényleg hatást tudtak gyakorolni Euh, még egy nagyon nagy csatornára is. Úgyhogy euh, szép volt srácok, ügyesek voltatok, és euh, Remete Peti ebből tanult, és euh, az elkövetkezendő videóiban majd jobban fog figyelni arra, hogy euh, milyen módon kommunikál valakiről. A következő hír is egyébként eléggé nagy dolog volt a héten. Igyekszem egyébként az ilyen euh, negatívabb és drámásabb euh, dolgokat euh, Mini jobban lecsökkenteni, de tényleg ezek, ezen a héten tényleg olyan dolgok történtek, amikről érdemes beszélni vagy megemlíteni. Ugyanis a héten történt az úgynevezett origós botrány. Ez nem más, mint az origó influencer kampánya. Az origónak ugye a weboldala dizájnt váltott, és úgy gondolták, hogy nagyon jó ötlet a fiatalokat bevonni azzal, hogy megkérnek öt darab influencert, hogy ezt reklámozzák, és ezt az influencerek meg is tették mind post és mind story formájában. Viszont őszintén szóval nem nagyon emlékszem, hogy volt ehhez hasonló megmozdulás a nézők és a követők tekintetében, amikor konkrétan, konkrétan a saját követőik fordultak az influencerek ellen, és mondták a komment szekcióba, hogy ez nem volt helyes, nem működik ez a dolog. Talán valamennyire le is lánytotta így ezzel a leplet a tipikus influenceres reklámokról, hiszen ugye ami miatt probléma volt ez az egész origós dolog, amellett, hogy nyilván valaki origót reklámoz, hogy az adott influencereknek nem tartozott a profiába, egyszerűen nem volt hiteles ez az egész dolog, sőt a résztvevő influencerek közül kette-hárma meg is erősítették, hogy alapvetően ők nem is nagyon foglalkoznak ezzel, nem érdeklik, ezek a dolgok, illetve próbálták magukat azzal védeni, hogy ők csak adott témakörben fognak ott tartalmat gyártani, mit tudom én, gaming, beauty, bulvár, stb. Tehát, hogy ők a politikától teljesen ugye eltávolodnak, viszont ugye az origó hát egy eléggé erős politikai lap, sőt ugye nem is a legjobbak között van, függetlenül egyébként, hogy kormány média vagy se, ellenzéki lapok között is vannak olyanok, amik hát nem túlságosan korrektek. Szóval ez minden pártól függetlenül is uh, gáz, hogy valaki origót reklámoz, és uh, ezt nem csak a nézők uh, gondolták így, hogy ez nagyon rosszul sült el ez az egész kampány, hanem uh, többek között videósok is uh, részt vettek ebbe a dologba, mint például a fanvéd Geeks-es Dave, illetve Bolzer is. Ők uh, mind Instagram Postban, storyban, sőt Csabi egyébként videóformájában is reagált erre az eseményre. Továbbá a, a Fókuscsoport két videóba, Zsótaim ugye egy videóba, Vito Zsombi is reagált erre a videóba, Radicspeti Facebookon egy Facebook poszt formájában reagált erre. Úgyhogy igen, ez egy eléggé nagy dolog volt a héten. Annak ellenére hogy egyébként az évek során azért voltak már eléggé sok ilyen legalja, szponzorációs dolgok, mint például a Drake Mall, vagy a Bongo, vagy ehhez hasonló dolgok. Mégis érdekes volt látni azt, hogy egy, gyakorlatilag egy origós kampány kellett ahhoz, hogy a nézők realizálják azt, hogy mi is valamilyen szinten a probléma az influencer -rekkel. Főleg akkor, hogyha a kampány rosszul sül el abból a szempontból, hogy nem a leg hitelesebb embereket kérik meg erre a feladatra. Ez az egész origós kampánya mellett, hogy önmagában is ugye gáz volt, és hatalmas botrányt keltett, talán időzítés szempontjából volt rossz, hiszen ugye most például az Indexet is felszámolták, a Színház és Főművészet Egyetemet is most Rombolják szét, és pont ebből kifőleg eléggé, hát mondhatni, pofátlan volt ez az idézítés az origó részéről. De hát ez van, talán ezt is muszáj volt, hogy megéljük, és talán ezek után sokan tanulságot fognak leszűrni annak kapcsán, hogy egyrészt kit követnek, másrészt pedig az influencerek is jobban oda fognak figyelni arra, hogy mit reklámoznak. Próbálták megmagyarázni ezt a dolgot, hogy ez mit szólsz? Azzal ugye játszottak, hogy akkor kiszedik a hashtaget, hogy akkor nem mutatnak újat, hanem csak hashtag origó, meg hashtag hirdetés, de áh, az a baj, hogy, hogy ezt nagyon nehéz menteni. Az se tetszett annyira, mert ő meg kirakott egy Instaposztott arról, hogy nem fog olyan hirdetéseket csinálni, tehát hogy a, a nézői miatt, hogy a, hogy a nézőit megosztó témákkal nem fog, és szerintem inkább az lenne a fontos, hogy, hogy ez tényleg az influencer részéről legyen, mert tudod, hogy nem a, nem a nézők miatt, nem, tehát a nézők miatt igen, de hogy nem a nézők kedvéért, hogy na most akkor nektek, ha hát ez ne számotokra megosztó, akkor ilyenben nem megyek bele, hanem hogy ő is felfogja, hogy basszus, ez nem arra szól, hogy most izé, hanem hogy tudod ehhez adni a nevedet, és van ehhez izé gerincet. Szóval hát nem tudom, nekem ez, ezeket a reakciókat láttam. Annak körültem, hogy a kommentelők viszont többségében észrevették ezt a dolgot, és nem hagyták annyiban. És tényleg ugye ezért születtek ezek a tagatások, de sokan biztosan tanulnak ebből az egészből. Ha nem mások, akkor azok, akik részt vettek ebbe, de biztos mások is látták, hogy halóka, akkor inkább jobban utána nézek, hogy mi újság van, de én attól félek amúgy, hogy ebbe a helyzetben is az volt, hogy, hogy ők amúgy tudták ezt az origóról, mert egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy nem, nem, látják. Tehát ahhoz nagyon a nettől távol kell lenni egy barlangban, hogy, hogy ezt ne tudja egy ember. És, és tényleg itt az elveknek a, az eladásáról van szó, és biztos, hogy még lesznek ilyenek, akik, hát oké, ezt most izé lenyelem, mert legalább sok pénzt kapok, most 1 izé egy hétig foglalkoznak vele, és akkor majd utána megint ugyanúgy megy tovább minden. Ez egy kicsit ilyen szomorú rész, de én nagyon remélem, ettől fél, hogy nagyon remélem, hogy, 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 minél több ilyen szituáció van, és minél több ilyen kritika ér adott influencereket, annál jobban egyrészt lemorzsolódnak ezek az influencerek, másrészt pedig tisztul az egész közeg. Speaking of felszámolt index, a távozó indexesek létrehozták a Telexet, ami egy újfajta, remélhetőleg független híroldal lesz, legalábbis az ő ígéretük szerint. Most egyébként támogatókat gyűjtenek, 8 nap alatt több mint 30 ezer ember támogatta őket anyagilag, amit vel fel tudnak építeni egy teljes szerkesztőséget, és remélhetőleg fognak tudni működni ezek után, de egyébként most is eléggé aktívak a Facebookon, uh, alig pár nap alatt 250 ezer uh, követőt, tehát több mint 250 ezer követőt szedtek össze, ami egyébként egy brutális szám, és ez folyamatosan csak növekszik, úgyhogy ha szeretnétek támogatni a Telexet, akkor a leírásban uh, ott lesz majd a link. Sőt, ha már szóba került a Színhez és Fémivészeti Egyetem, uh, akkor arról is szeretnénk egy nagyon pici szót ejteni, ugye akik esetleg lemaradtak erről a hírről, vagy nem tudják pontosan, hogy miről is van szó, hozzátenném, hogy egyébként nekem is valamennyire utána kellett nézni, hiszen annyira gyorsan történnek az események, és te folyamatosan csak ezt görgetem, és mindig történik valami plusz dolog, és valahol már kicsit is vesztettem a fonalat, úgyhogy után néztem. Röviden, tömören arról van szó, az SFE szeptember 1-től ugye az államtól átkerült egy alapítványi rendszerben, mert ugye önmagában nem is lenne ugye probléma, viszont maga az alapítvány vezetősége, ez egy ötfős kuratórium, és ennek az élére Vidnyánszky Attila került, aki a Nemzeti Színháznak a fő igazgatója, és vele egyébként az a probléma, hogy ő egyébként is évek óta sőt, mindig is ekészte magát az egyetemet, az ott tanító művészeket és magát a diákokat is. És talán ugye, ami még probléma ezzel a dologgal, hogy az ötfős kuratóriumba senki olyan nem került be ebbe a vezetőségbe, akiknek bármilyen köze lenne az egyetemhez, így az egyetem vezetőségétől teljesen függetlenül fognak dönteni így az egyetem alapvető vezetőségének semmilyen beleszólása nem lesz magába az egyetemi dolgokba. Pont ebből kifolyólag ugye hatalmas tüntetéseket szerveztek, ugye elfoglalták a, az egyik épületet, nem engednek be senkit, aki a, akinek van köze ez a kuratóriumhoz. Tényleg nagyon érdekes ez egész. Többek között a Zsótáimos Zsolti is készítette erről a videót. Noár készített az eszefésekkel egy dalt, egy videót, amit egyébként érdemes megnézni, illetve az ATV uh, még készített egy uh, egész jó összefoglaló videót, sőt, meg is interjúztatott embereket, úgyhogy ezek mind természetesen lent lesznek a leírásban, és majd nézzétek meg. Legalábbis most ittkor reménykedek, hogy mindent jól mondtam el, hogyha nem, akkor nyugodtan javítsetek a komment szekcióba, de, de elvileg mindent jól mondtam el. Van még itt közéleti hír, ami főként a tömegközlekedőknek szól, hogy esetleg valaki még nem értesült róla, akkor ugye a tömegközlekedési eszközökön már bőven március vagy április óta ugye kell maszkot hordani, legalábbis ugye erre folyamatosan ösztönözték az embereket, viszont most már az operatív törzs kérésére a BKK 8000 forinttal fogja büntetni azokat, akik a tömegközlekedési eszközökön nem megfelelő, egyetem, tehát vagy nem hordanak maszkot, vagy pedig nem megfelelően, tehát ez azt jelenti, hogy az orrodra is föl kell húzni a maszkot. De csak azért, hogy idézek és pontos legyek, az utazásból való kizárás lehetősége mellett 8000 forintos helyszíni pódiat is kiszabnak, ha valaki a közösségi közlekedési szolgáltatás használata során nem, vagy nem szabályosan takarja el az arcát, maszkal, vagy kendővel illetve még ami érdekesség szintén a maszk hordással kapcsolatban, ezt is szintén szeretném idézni, hogy pontos legyek, Amennyiben megszavazzák, akkor szeptember 18-ától a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken, és a cirkuszokban, valamint a piacokon, a boltokban és a társas házi közgyűléseken is kötelező lesz az orrot és a szájat eltakaró maszk használata. És ha jól olvastam, akkor 15 ezer forinttal fogják büntetni, aki ennek nem fog eleget tenni. Úgyhogy kérlek, titeket, amikor kell, viseljetek maszkot, és tényleg vigyezzünk egymásra. Most egy nagyon rövid időre külföldre fogunk utazni, hiszen Dél-Kaliforniában ismét erdőtüzek tombolnak ezt ismét egy úgynevezett gender reveal, azaz nem bejelentő buli keretein belül egy füstbomba okozta, ami egyébként a legfőbb problémát okozta ez, amellett, hogy nyilván ismét megint erdőtűz van Kaliforniában, az az, hogy többek között San francisco illetve most már Európáig is eljutott ez az egész füstfelhő, és nagyon sok olyan kép készült, ahol délben gyakorlatilag az emberek nem láttak semmit, mert annyira elterjedte a füst az eget, és a napsugarak egyszerűen nem jutottak át. Sőt, valamennyire az időzítés is rossz lehetett, bár nyilván mondjuk ez valamilyen szinten a szervezésből fakadó dolog lehetett, ugyanis egy pár a Burcs Kalifára egy ilyen ledes megoldással vetítette ki, hogy mi lesz a születendő gyermekük neme, és eléggé nagy felháborodást okozott az internet köreiben, főleg ugye a kaliforniai történések fényében, illetve például Barack Obama is megosztott képeket a saját Facebookján, felhívva a figyelmet arra, hogy az emberek vigyázzanak már ezekkel a dolgokkal. Sőt, ha már egyébként tűzről van szó, akkor Beirut kikötője ismét lángokba áll, ugye pár hónappal ezelőtt történt a, ez a nagy robbanás, amikor ugye egy gyárépület robbant föl, viszont most egy raktár épületen belül ilyen olajos hordók és gumiabroncsok kaptak lángra gyakorlatilag, viszont a hatóságok még mindig nem tudnak az esetről, legalábbis én amikor legutóbb informálódtam, akkor még ez volt, hogy nem tudják, hogy mi okozta ezt a tüzet. Viszont talán ami valamennyire jó hír, és egyébként ezt hivatalosan nem írtam föl magamnak, de mégis most csak így eszembe jutott, hogy a tavalyi adatokhoz képest 20%-kal csökkent az amazonasi erdőírtások, ami valahol jó hír, valahol rossz hír, hogy még mindig csinálják, de talán ebből a szempontból jó hír lehet, hogy ez csökkenő tendenciát mutat. És most térjünk is vissza ismét kis hazánkba ami történt nem feltétlen ezen a héten, de mostanság, az nem más, mint az, hogy Osvát Zsolti, ugye a Zsótájmos Zsolti részt vett két hát úgynevezett vitán, ami egyébként hát nem tudom, nagyon kellemetlenre és érdekes a sikeredet. Először egyébként Novák előddel csinált egy vitát, utána pedig Budaházi Eddával és hát mind a két felvétel eléggé felkavaró, nagyon-nagyon kellemetlen volt végnézni, és miért még félrejétek, nem Zsolti miatt, sőt, egyébként Zsolti volt a legértelmesebb ember ott abban a társaságban. Hihetetlen nézni azt egyébként, mennyi gyűlölet van egy-egy emberbe. Tényleg nagyon-nagyon kellemetlen éreztem magam, amikor ezeket néztem. Ezek is le lesznek linkelve, de mindenkit figyelmeztetek arra, hogy ezt főleg erős idegzetőek nézzék végig, mert tényleg nagyon, nagyon, nagyon kemény, tényleg egy ilyen eléggé csürhe hangulat alakult ki ott. Viszont nem tudom, hogy Zsoltinak honnan van ennyi türelme és ő kitartása, mert ez tényleg hihetetlenül hogy tudta csinálni mind a kettőt. Szintén nem egy mostani hír, Dezső Bence a csatornát ugye föltörték még augusztus elején, viszont augusztus végére már vissza is kapta a Youtube-nak köszönhetően. A videójában elmesélte egyébként, hogy ez hogy történt. Ugye sokan köztük egyébként én is azt hittük, hogy nem, nem volt bekapcsolva a kétlécsős azonosítás, de be volt kapcsolva, és pont emiatt is volt meglepő ez az, az egész dolog. Mint kiderült, egy külföldi cég, ilyen kamu, hát akkor még nem tudta, hogy kamu, de utólag kiderült, hogy kamu szponzorációs lehetőséggel megkereste őt. Egy szoftver, ha jól emlékszem, akkor egy szoftver kellett volna, hogy ő reklámozzon és egy ilyen nagyon szépen felépített weboldalon kellett ezt neki letöltenie, viszont kiderült, hogy ez a szoftver kém program, úgyhogy ezen keresztül tudtak belépni Bence csatornájára, minden videóját lepriváltolták, és egy adás ment, több mint 20-30 ezer ember nézte egy idejűleg, amik egyébként nem Bence nézői, hiszen hajnali egykor is pont ennyien nézték ezt az élőadást. Elvileg ez egy amerikai cég volt, ha jól emlékszem, főleg ilyen, a, ilyen üzleti, meg kripto, valuta kapcsán csináltak azt hiszem érőadást. Viszont azért is mondtam el ezt a dolgot, ugyanis a KD csapatnak a Twitch csatornáját is e, feltörték, e, has, látszólagosan hasonló módszerrel, mint ahogy Bencéét is. E, most egyébként a srácok már, ha jól tudom, rajta vannak azon, hogy visszaszerezzék a csatornát. Most már csak jó és pozitív hírek fognak érkezni, úgyhogy lássuk is. Először is szeretném megköszönni Fókusz csoport Ádámnak, hogy megemlített az egyik legutóbbi videójában, ahol véleményt alkotott a top 10 tényes videómról. Kösz szépen neki, megfogadtam, amit mondott, úgyhogy nem tudom, hogy nézed ezt Ádám, szia, hello, köszönöm szépen az említést ami nem feltétlenül ezen a héten történt, de szeptember 1-én a szüri napomon, kijött a Homokóra csapatnak a legújabb repcsatája, ahol a humoristák csaptak össze. Az alap felállás egyébként ugye Bödőcs, Tibor versus Kőhalmi, Zoltán, de vannak még benne meglepetés vendégek, úgyhogy ha valaki esetleg még nem látta, akkor mindenképp nézzétek meg. Igazából azt a az tudjuk, hogy Kőhalmi látta. Egyedül Kőhalmiról tudunk, hogy látta, de meg lennék lepve, ha is nem látta volna, miután Kőhalmi látta. Amúgy a nézők fogadtatása például tök jó volt. Meg azt is tudjuk, hogy Kőhalminak tetszett, azt mondta, hogy kifejezetten latin papucsot. Így nagyon, azt tudom, hogy őt, nagyon megdicsérte, hogy tök jól leutánozta az arcmunkáját, Ebben a részben egyébként vannak olyan felvételek, ahol ilyen különböző úsztatások, meg, meg, meg kamerálások vannak. Mégis nekem szerintem az egész epizódban a kedvenc részem az, amikor azt mondja, hogy harccal mondok egy poént, és mindenki hallgat, és ott áll szerencsétlenül a kép közepén a csávó, mint egy gyertya, nagyon lassan körbefordul, az talán nekem az egyetlen, mert nagyon visszaadja magát a figurát. Most egy elszaladáltak magatokat, hogy pont a Budaház is dolgot csináltak, hogy arról valami kis sneak peek. És még a szövegen dolgozunk a Patreon távolatóinkkal, a Discord szerverünkkel. És egy, ez ugye egy mini lesz, nem egy rendes rész. És jelenleg több mini is dolgozunk, igyekszünk előre dolgozni, és több repsátán is dolgozunk. Ugye ennek a havi megjelenésnek igazából ez az ára, hogy kicsit folyamatosan kell dolgozni rajtuk, de lehet lassabb tempóban. Nem lesz ugye így fél éves a, a kettő között, de egyébként nekünk nagyon tetszik ez a formátum, meg így, így, nagyon feltűnt tőle, hogy milyenek lesznek a reakciók, sokan értetlenkedni fognak, hogy jó, most miért nem jött ki, már múlt héten volt rész, és így azt láttuk, hogy így tök jó, szentséges szakú, hogy mindenki megértette egy év után ismét visszatért itt My pály egy e, újabb videóval, ráadásul ez egy animációs videó, úgyhogy ezt is mindenképp érdemes megnézetek, mert szerintem nagyon jó pofa lett. Nagyjából július 25-én kezdtem el csinálni. És tényleg akkor a napoknak az ilyen 90%-ában az volt, hogy, hogy így daráltam, de tényleg egy egész nap csináltam, és volt összesen talán ilyen egy-két hét, amikor elmentem nyaralni, és akkor nem igazán foglalkoztam vele, mert nem akartam vinni, maga a megrajzolási idő, vagy a fázis az a leghosszabb, és ez egészen borzal, több mint egy hónapig tartott, és ez a baj, hogy most is a hanggal is nagyon sokat szenvedtem, ugye külön el kellett kérnem, aztán külön el kellett mennem egy green screen stúdióba, tehát ezek is mind extra-extra idők voltak. Tényleg összesen szerintem másfél, másfél teljes hónap. De Balázs, miért nincs, miért nincs videó? F hol van nekem életem elett ennyi idő? Már másfél hónapom, hogy azt mondom, hogy figyelj, nekem most erre nincs hogy tanulni, meg ilyesmi, mert ezt csinálok egy YouTube videót, de esélytelen, egyszerűen túl sok időbe telik, még ezt megcsinálom. Nem tudom, hogy ezt fogják a legtöbben megnézni, mert pont, hogy ez a falmászásos téma, ez annyira nem népszerű, de teljesen megértem, hogy ez nem trending-el, de hogyha valaki rákatint, akkor láthatja, hogy ez messze az egyik leges, legjobb munkám, amit valaha csináltam, és talán ez lesz a top, ezt nem tudom berelni. Ez annyi munka, annyi szeretet van benne, hogy ez tényleg nehéz berelni. Ez szerintem részemről és az én fejlődésemnek, idézős fejlődésemnek a csúcsa talán. Szintén nem feltétlenül ezen a héten történt, viszont mostanság a kedvenc internetes párosom, Rami és Dani összeházasodtak, szóval innen is szeretnék nekik gratulálni, és nagyon sok boldogságot kívánni. Az Instagram műkon, illetve a Youtube csatornáikon is folyamatosan tartalommal bombázzák a nézőket, így az esküvői szervezés kapcsán, illetve maga az esküvő kapcsán is, úgyhogy ha valakit esetleg ez érdekel, akkor mindenképp lesétek meg. Követő vagy feliratkozó szám mérföldkövek is történtek a héten. Az első nem más, mint a hébabás srácoknak meg lett TikTokon a 300 ezer követőjük, ami egyébként önmagában is nagyon nagy szám, viszont talán azért is, hiszen ezt 5 hónap alatt érték el, ami nagyon-nagyon durva, illetve YouTube-on is a YouTube csatornájuk is alig egy vagy két hét alatt generált 40 ezer feliratkozót ami szintén nagyon, nagyon durva egyébként, és nagyon szuper. Alapvetően nagyon-nagyon furcsátok az egészet. Nagyon nehéz felfogni még a mai napig. Hát kezelni, én az elején nehezebben kezeltem, mert azért én soha nem voltam egy ilyen központi ember. Tehát én egy, mindig mondtam a lágokba is, meg mindenkinek, hogy én egy középiskolás PPT-től leízattam. Nem, nem, hogy még itt az utcán mindenki ránk köszön, meg képet kér, meg ilyenek de alapvetően élvezzük, és, és úgy gondoljuk, hogy ha már ez megtörtént, akkor jó azt szeretnénk most használni, szóval szólni az emberekhez, a gyerekekhez, például szeretnénk mutatni, úgyhogy hogy amúgy élvezzük, és tök jó, csak, csak fura. Csak fura, volt, hogy nem mondjuk, az erre az egészen felkészülünk. Másnak vannak évei, vagy hónap, rengeteg hónap, amíg eléri azt, hogy jó, akkor meg tud most azzal békélni, hogy 5000 ember e, tudja nézni, hogy mit csinál videókban, az oké, okay. és utána szépen lassan növekszik. Az új arcokhoz igazából már hozzá szép szépen lassan hogy már user nevekből tudja ki, ki, a, ki az új tag, meg ilyenek, és hirtelen ez nekünk igazából így ránk robbant, hogy hello, sziasztok is érte, így 3000 ember voltál, egy hello hmm. Igen, és Hello. alapvetően az a durva, hogy oké, okay, 300 ezeren követnek, de a mai napig milliója megnézik a videóinkat, és ez és, és nagyon durva, tehát, hogy nem is tudjuk, hogy ez hogy egyébként. Tehát, nem, nem, nem tudjuk számolni az embereket, mert nem. rengeteg ember, van, akivel találkozunk és beszélünk, és kiderül, hogy, hogy nem is felhasznál a TikToknak. Csak egyszerűen ugye, hát nézi, simán úgy lát minket, és úgy, úgy tud minket nézni ebben a formában. Igen. Ja. Mondom, most volt egy olyan videónk, amit, hát úgy magunkhoz képest rekordot döntöttünk vele, mert pár óra alatt, öt óra alatt több mint ezeren megosztották. És... Most már 1983-nál. Igen, igen, igen. igen. És mi magára ismert, és mindenki jelölgeti a párját benne, meg ilyenek, szóval alapvetően tudunk ilyet is, nem csak üvegekkel bűvészkedni, úgyhogy, úgyhogy ezt is nagyon élvezzük. Nem feltétlen ragaszkodunk a kihívásokhoz életünk végéig, mert, mert, lehet másban is felmutatni, gondoljuk a kreativitásunkat. A héten szintén ünnepelt nem más, mint Zsozé atya, akinek a héten meglett az 500 ezer feliratkozója YouTube-on, ami szintén egy hatalmas szám, és innen is szeretnék neki gratulálni, illetve nyilván további sok sikert neki. Facebookon is egyébként nagyon durva rekordokat döntöget meg. Az egyik játékos társa volt az, aki helyette streamelt, vagy hát, hogy pontosabban ő látszott, de Zsozé is ott volt. És ezt a streamet 17 ezeren nézték egy idejüleg, ami az ő számaiban is egyébként rekord. Szóval ez is csak gratulálni tudok. Illetve van még egy mérföldkő a héten, amit szeretnék megemlíteni, ez pedig nem más, mint Szecsó, akinek lett a 100 ezer feliratkozója YouTube-on. Szecsót egyébként nagyon-nagyon régóta követem, és tényleg valamilyen szinte büszkeséget is tölt el, hogy ő is csatlakozott a 100 ezer feliratkozós genghez. Amit még szeretnék külön elmondani Szecsó kapcsán, az az, hogy szeretnénk neki gratulálni külön, az eddig elért sikereihez. Tényleg nagyon szuper látni azt, hogy milyen sok ember érdeklődik a, a hatósággal készült videói kapcsán, hiszen ezek nagyon-nagyon szuperül összerakott videók. Tényleg ilyen TV, gyakorlatilag tévés minőségű videók lettek, és tényleg nagyon szuperül megcsinálja ezeket, és nézzétek, szeressétek, leírásban ott lesz, és meg tudjátok nézni Szecsó csatornáját. Hát az a durva, hogy igazából uh, tényleg hat éve regisztráltam a Youtube-ra, de most ebből a 100 ezerből körülbelül 40 ezer az elmúlt négy hónapban jött, tehát hogy... <laughs> én, én emlékszem, amikor átléptem a 100 ezer feliratkozót, éppen West voltam, az Expresszó nevű helyen, ez bulizó hely, és uh, én ott az akkori ott játszó BJ-vel mentem le, És képzeld el, hogy pont nem voltam az Expresszóban, és ugye akkor léptem át a 100 ezer feliratkozót, pont amikor ott voltam, és ezt így a DJ-vel, addig fölrakott egy zenét ilyen playbackről a pultba találtunk a cigizőbe, és ott nézegettük, és pont nem is kaptam el, mert 999, vagy hogy van, tehát 008-ról egész háromra ugrott, át, így, így, frissítgettem. És annyira jó fejek voltak, mert a buli végén fölhívtak a színpadra, és a klubnak a tulaja, meg a DJ adott nekem egy peskőt ilyen izé, gratulációként, úgyhogy én konkrétan majdnem sírtam tényleg, nagyon boldog voltam. Láncba csörgött a telefonom, és, és tényleg ilyen 20 vagy 30 barátom hívott fel, hogy, 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 hogy. mintha szülőnapom lett volna, hogy gratuláljon, úgyhogy kegyetlenül jól esett, <coughs> és tényleg amúgy nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok tőle ettől az egész dologtól. A Youtube még nem keresett meg a 100 ezer közös díjjal, úgyhogy idő is várom. Sziasztok! Letölt már a tíz nap, hol a díjam? Ugye mostanság csinálod a hatósággal ugye a videókat, amikhez szintén a amik gratulálok, már most zseniálisak. Erről tudsz esetleg kicsit mesélni, hogy ez hogy alakult ki, hogy kezdődött ez a dolog, meg hogy esetleg mik a tervek a jövőbe? A lényeg annyi, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályával dolgozom, és, és velük találtuk ki ezt a műsorformációt, és igazából az ő segítségükkel, meg az én megvalósításommal, ugye minden hónapban egy osztályra elmegyünk. Vannak egyébként, akik azt hiszik, imádom, van, aki azt hiszi, hogy ez megrendezett. És tényleg valaki beírja, most pont a popfátérletes epizódban is volt, aki beírta, hogy hát ez meg van rendezve, hát ez kom. És így főleg már félig meddig így rendőrség, a rendőrség, negyed lábbal a rendőrség belülről röhögök azon, hogy valaki tényleg elhiszi azt, hogy mi a 80-as táblánál 150-nel szirénázva megyünk csak azért, hogy leforgassunk egy YouTube videót Szecsókának. Beszéljük, hogy akkor mi az, ami nekik tetszik, mi az, ami nekünk, és bevágjuk onnan az izgi részeket. Igazából ez így, így gyártódik ez a műsor. Mindig megbeszéljük, hogy a következő hónapban hova menjek, melyik osztályra. Van két operatőröm, egyiket Bardinak hívják, másikat meg Máténak, és és velük megyünk igazából mindenfelé, vagy pedig egyedül megyek, de ez változó. Azt hiszem, hogy most, most sikerült megtalálni azt a, azt a tartalmat, ami, amiben jól érzem magamat, ami, amiben tényleg ki tudom magamat bontakoztatni, és amivel el tudom érni azt a hatást, amit én akarok. Tehát nem, nem azért csináltam régen se, és most sem az egészet, hogy, hogy mennyire sok követőm legyen, hanem egészen egyszerűen azt akartam, hogy élvezzem az egészet, végélvezzem, és olyan tartalmat jár csak, ami nekem is tetszik, és a tök mindegy mekkora a nézőtáboromnak is. Ami szintén nem ezen a héten kezdődött el, de mégis ezen a héten folytatódott, az nem más, mint az Epic Games és az Apple-nek a harca. Ha esetleg valaki nem hallott még erről a hírről, van ugye a Fortnite nevű játék, ami ugye az Epic Games-nek a gyártmánya, és hát a Fortnite az egyik legnagyobb számítógépes és mobilos játék is, és az Epic Games-nél kitalálták azt, hogy a játékban megvehető dolgokat, azt egy külső forráson keresztül lehet majd megvenni, ezzel ugye megkerülve az Apple és a Google-nek a belső rendszerét. Ugye ez üzletileg azért is problémás, hiszen ugye az Apple és a Google is ebből ugye részesedik ezekből a vásárlásokból egy bizonyos százalékot és azáltal, hogy az Epic megpróbálta megkerülni ezt a százalékos részesedést, ezzel ugye megszegte a használati feltételeket, emiatt az Apple és a Google Play is kiszedte a rendszeréből mind a Fortnite-ot és mind a Epic Games, mint stúdiót, viszont az Epic ezt nem nagyon hagyja, perrel próbál ugye hát igazságot magának, Viszont az Apple Perel, szóval gyakorlatilag egy teljes perháború folyik jelen állás szerint. Az Epic gyakorlatilag azért perel, mert ugye szeretné magát visszatetetni az Apple és a Google Play rendszerébe. Az Apple pe pedig azért perel, mert hogy ugye anyagi kárt okozott már most a maga Fortnite és az Epic ezzel az egész megmozdulásokkal. Úgyhogy hát kérdéses, hogy mikor lesz bármilyen döntés ezzel kapcsolatban. Ami így a héten is történt, illetve mostanság történik, az ugye nem más, mint a Marvel's Avengers játéknak ugye a megjelenése, illetve a Tenet című film is most van premiéren, ezt tudom, hogy két külön dolog, de mégis próbáltam így egybe rakni, hiszen most az interneten elég sok különféle véleményt lehet hallani, ugye a Marvel's Avengers kapcsán eléggé negatívak a visszhangok, ugye nagyon sokaknak nem tetszik a játék, Uh, személy szerint én is egyébként több mint 15 órát már beraktam a játékba, és még mindig nem tartok sehol. Uh, nagyon érdekes, hogy normál nehézségi fokozaton játszok, tehát ami az alap kéne, hogy legyen, és mégis hákal meg Tony Starkkal, uh, vagy hát ugye a vasemberrel, uh, nagyon sokszor meghaltam. Volt olyan küldetés, amit a vasemberrel 8-szor kellett újrakezdenem, és 9 gyre nagy nehezen sikerült például meccsei küldetés, szóval nem érdekes, hogy kicsit unbalanced a játék még. A fejlesztők egyébként már kihoztak azóta ilyen update-et a játék kapcsán, ami ugye evőleg a kinézetet, meg a játékmenetet is javította, én ezt még nem tapasztaltam, de majd hamarosan ennek is utána nézek, és megnézem, hogy sikerült-e bármi változást elérni ezzel kapcsolatban illetve a Tenet kapcsán is uh, elég sok uh, vélemény már uh, érkezett. Uh, én személy szerint még nem láttam a filmet, uh, most fogom majd hamarosan megnézni, uh, viszont uh, nagyon sokan azt írták így az interneten, hogy uh, ugye nagyon-nagyon gondolkodós lett a film. Még ugye Christopher Nalentől ez ilyen uh, megszokott, hogy minden filmje valamilyen szinten gondolkodós, de hogy elvileg ez lett a legjobban, uh, Ö, keszekusza sztori, Story, vagy és hát, hogy lehet, hogy van értelme, csak ugye ezt meg kell fejteni. Hát majd meglátjuk, majd én is megnézem a filmet, és ha láttam, akkor nem szívesen beszámolok róla, hogyha ez érdekelt titeket. Illetve ami mostanság zajlik, az az, hogy a streamer piac az eléggé átalakulóban van, hiszen ugye még tavaly a Mixer, ami ugye a Microsoftnak egy ilyen Twitch rivális próbálkozása volt, ugye a Twitch-től kivásárolta a két legnagyobbat, ugye Ninja-t és shroud is, viszont ugye a Mixer hát befurcsolt, a Facebook gaming el végül egy olvadtak. Shroud is visszatért a Twitch-re, illetve Ninja is, sőt Ninja-nak volt azt egy YouTube-os teszt streamje gyakorlatilag, illetve azt hiszem Twitch-en is csináltam egy teszt streamet, úgyhogy de most már véglegesen is uh, Saudat és Ninjat uh, újra uh, leszerződtette a Twitch, úgyhogy őket mostantól uh, ott fogjátok látni. Illetve még uh, mostanság nagy port kavart, ez nem más, mint a Dr. Disrespectnek az egész ügye, hiszen ugye őt uh, a Twitch bannolta, és ez már több mint másfél-két hónapja volt, és még mai napig nem tudni, hogy miért. Elvileg maga a disrespect se nagyon tudja, bár én ezt meg nem tudom elhinni, mert biztos volt valami oka. Minden esetre ő YouTube-on kezdett el újra streamelni, és azt hiszem az első streamje az több mint 500 ezer ember volt ott egy idejűleg, ami egyébként brutális szám, minden, minden, szempontból brutális szám. Úgyhogy Dr. Disrespectet YouTube-on fogjátok tudni követni. Illetve az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, ez ezen a héten, azt hiszem csütörtökön vagy pénteken láttam meg, Hivatalosan egy hirdetésként jött be nekem Instagramon, viszont megnéztem, és egyébként nem tudom, olyan ötletesnek tűnt ez egész, egyébként egy ilyen kvázi találmány, csak gondoltam megosztom veletek, mert tényleg érdekesnek tűnik ez a dolog. Ez nem más, mint az, hogy ez egy pulóver, csak annyi, hogy amikor mondjuk, tehát az az alapvető felvetése ennek az egész találmánynak, hogyha mondjuk felveszel egy pulcsit, kimész ugye a szabadba, és esetleg az időjárás javul, tehát sokkal melegebb lesz, akkor ugye általában az emberek leveszik magukra a pulcsit, vagy a vállukra teszik, vagy pedig ugye a derekukra kötik, vagy még fogják, és ugye ezek nem feltétlenül a legjobb módszerek, legalábbis ugye a, a készítő szerint, és az lett a találmány, vagy az ötlete, hogy ezt a pulóvert össze lehet hajtogatni egy ilyen kis hát, mondhatni tornazsákká, vagy egy ilyen kis hátizsákká, amiben van például zseb, meg maga ez a kis pánt is ugye állítható, de nagyon, -nagyon érdekes kis találmány, nem tudom, szeretem volna veletek ezt megosztani. Ennyi is lett volna az első egy hete a maneten című adás. Kommentbe mindenképp várom a visszajelzéseteket, a véleményeteket, hogy tetszik-e nektek ez a műsorformátum, vagy hogy esetleg, ha nem, akkor hogyan javítanátok, fejlesztenétek még tovább. Ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek még többet látni és időben értesülni róla, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt is. Továbbá érdemes engem Instagramon is követni, ahol ö, velem is a csatornával kapcsolatban is folyamatosan tudtok tájékozódni. Ha szeretnétek velem írvadásban is találkozni, akkor érdemes bekövetni engem Twitch-en, hiszen minden csütörtökön és vasárnap este 8 órától streamelek. Továbbá, ha szeretnétek az én kis közösségemet erősíteni, akkor csatlakozzatok mindenképp a Discord szerveremre a brownmedia.hu per Discord linken keresztül. Én Barna voltam, ez volt az Egy Hete a Maneten című műsorom első adása, remélem, hogy tetszett nektek. További szép napot nektek, sziasztok!